Sziasztok, most pedig a Dominik életét fogjuk megnézni. Ez egy 27 epizódos eposz. Eposz. Most hát azért 27, mert egy 24.5 is van. 24. Úgyhogy megpróbáljuk, az a beta, hogy... az egyik beta. Megnézzük, hogy ez milyen lesz, vannak itt képek is. Nem tudom, ez furcsa, hogy banda területek is lennének, vagy ez most hogy a francba került ide. Ez egy profi gyomul lesz. Szerintem csak véletlenül rakta bele, nem mindig. Meg a profi mód, és akkor van ilyen. Látod, animálva van. Haha, azt a mindenit tényleg. Én nézem, hogy milyen borítója is van. Hát ez például el lehetne adni piacon, így tudod így kinyomtatni. Hát nézd, meg van hagyítva a fegyelet rosszul középen. Ja. Rosszul középen. Na, ez már más színű. És második epizódja is van. Azt mondja, hogy karakterek. Mi a fasz? Mi? Mik azok a számok? Nem tudom. Olvasd el, ha akarod. Minden küldetés teljesíthető csalás nélkül. Jó, hát ez egy felhívás. 1-től 6, az epizód 1. Oké, akkor csak 6-ig csináljuk meg először. Utána 7-től 16, epizód 2. 17-től 26. Te jó ég, epizód 3. Pont, tehát 17-től örökké. Bármelyik, ami van tovább, ja, az igen, már a harmadik epizód. Tök mindegy, hogy 40 rész, az is. Akkor lehet azért csináltam meg 24.5-re, mert nem jött volna ki úgy. Ja, szerintem igen, lehet, hogy azért változtak különben, mert túl hosszú lett volna, és nem működött volna a küldetés. Na, akkor nézzük az első episódet. Dominik élete. Olyan jó, nincs középen. Ah, jó reggelt mindenkinek, 13 óra. Dominik Szegé, ezt most már, na várjál, ezt most indítsd újra, mert balfelcsőszorokban is van szöveg. Az is tettek minden valóság alapján történik valami. Nagyon éhes vagyok, kellene reggelizni valamit. Na de mit tegyek? Már meg is van? Faszt. Pizza. Egy lófaszt. Pizzát. Nyom tovább, Bóci, úgyis újra kell kezdenünk. Pat fel a bicajodra. Pat. Rózsaszín biciklim van. Na basszus, elfelejtettem, hogy nem is tudok biciklizni 18 évesen. Akkor minek van bicaja? Hát lopta, mert gangster, vágod? Na mindegy, megyek gyalog. Oké. De mehetek biciklivel is. Aha, megtanulsz időközben. Hát majd rájössz, bazeny. Most hirtelen ráérzett, gyors. Gyors. Gyors rájöttem. Nem is tudom, mit gondolkoztam rajt. Ilyen sokáig. Nem tudok leszállni, mi fasz? Nem tudok leszállni. Úgy kell belemenni. Hát, de akkor nem úgy volt a gyalogban? Igen. Hello, a szokásosat kérném. Sajnálom, Dominik, mára már bezártunk. 13-kor már zárva vannak. Nem. Ez milyen olyan gecsepintéria? Nem. De. Denied, bitch. De. Francba. Ez nem jött be. Halló, Francba, nincs nyitva. Francba, nekem valahogy pedig kell pizza, mert én halok, és otthon nincs előre készített pizza. Előre készített. Hú, a gyerekek, én el fogok most tűnni egy picit. Mert? Elmész csak... maszturbálni? Nem, szarni. Már tudom, ja? Én mit fogok te enni. Menj az épület mögé. Akkor Flex az el fog tűnni, szerintem az egész videóra gyakorlatilag nem fog visszaérni. Hát, ja, na. Jó van. Ja, lehet, hogy elüli. Mi a fasz? Menj és készítsd el a szokásost. Érzem, hogy stroke-ot kapunk. 25 percnyi szenvedés után? Nem, azonnal. És kész? Igen. Hogy ez oda volt írva. Na, ezt megeszem és már is jobb lesz. Micsoda érdekes sztoria van. 3 óra múlva.
3 óra megint egy pizza. Pizzadobást. Most mi van? Ja? Igazából már rég megettem a pizzát, csak még ettem vagy 20-at. Mi? Te dagad, geci! Mondtam, hogy zárva vagyunk! 3 órán keresztül még mi faszt keresek? Ezt a kurva, de legalább a helyes. Ez nagyon jó, ez nagyon jó idáig, nekem nagyon tetszik. Nagyon érdekes a sztori, olyan fordulatok vannak benne, a karakterek egyszer egyik annyira milyen kívánkozva, hogy gyakorlatilag érződik, hogy a való életből lette a motivációt a szerző, és szállt. Te kis geci megdésmálod a kezdet, betörsz hozzánk, meg sincs. Nem tudom, most meg. Próbálj meg egyszer olvasni. Ja, nincsen ilyenkor betöltve, kurva anyját. Nem tudom, de... az hogy van, hogy van olyan ember, aki... Most ne kezdjél már a hosszú dolgot mondani, légy szíves, mert el kell olvastam a felületet. Te kis gezi, megdismálod a készletet, betörsz hozzánk, és még csöves is vagy. És még csöves is vagy, ugyanúgy. Nyó! Pár óra múlva. Geci. Hol vagyok? Nézd körbe. Mi ez a hely? Bokodon kívül más nem ismerek. Mi? Bokod. Menj oda a helybelihez. Hello, hol vagyok? Errefelé nem szeretjük az idegeneket, hapsikám! Hapsikám! What's up, doc? What's up, doc? Jaj, de jó. Oké. Na hát ezt jól elvertem, mert ugye én kemény vagyok. mert ugye természetesen én nyilván kemény. Kezeket fel, tripli, le vagy tartóztatva. A börtönben. Jézus! Mekkora szar vagy, tudtam, hogy egyszer lesittelnek, nyitva van a cella. Nyitva van. Nem vicces. De vicces, mert nyitva van. És még csángó is. Segítsek kijönni. Úgyhogy szól, hogy nyitva van az izé? Nem. Meg tudom magamtól is csinálni. Ó, ügyes. Szerintem csak retardált. Ja, lehet, hogy különleges szegény. Egy óra múlva. Na, még mindig gondolkozik, hogy hogy jöjjön ki ennyit a tajtón. Köszi nehéz feladat. Na, sikerül? Egy pillanat, mert csörög a telefonom. Oké. Okay. És már egyedül vagyok. Nem. Édes faszom, nyitva van a cella. Ja, tényleg. Hát ez könnyen ment, az őrök észre se vettek. Bassza meg, zsaruk! Dominik, menekülj! Jéj, egy fehér, olyan rendőrautóval, azt mondtam, hogy tényleg nem tudom, furcsa szíve. Ja, arra bagolok én felszállni. Ups. Ó, ennyi. Oké.
Jó, ez nagyon jó volt. Kövi rész, harmadik rész, nézzük. Három rész. Na, húzunk innen! Ki jött a kövi, ez egy tag egyáltalán. Próbáld meg lerezni a zsarukat. Ah, basszalom. Ramon nem túl kedves. Azt mondja, baszoljatok meg. Egyet értek vele. Add ide azt a telefont. Szevasz Ramon, itt vagyok én, és segíts nekem. Gondolom, ezek aktiválják a szöveget, nem? Ja, így már más. Gyertek Last Venturesbe, tudod hova? De ennek el kellene múlnia idővel ennek a keresésnek. Vezess Last Venturesbe. Ezt máshogy nem tudta megoldani? Mindegy. Így, hogy átmegy a körökön. Meddig szarik flex? Én... Hány percem megy a videó? 11. Szerintem olyan... 20 perc múlva fog visszajönni leghamarabb. Tehát már akkor szerintem lehet, hogy kész is lesz, mert ezek annyira nem tűnnek hosszúnak egyébként, már a harmadiknál járunk. Aj, ne, fuck. Oké. Mindjárt az autópályához érünk, ott le, balra. De miért nem megy el az üldözettség? Mondom azért, mert lehet, hogy szkriptelve van ebben a módban. Kurva izgalmas ez. Na, az cink lenne, hogyha itt meghalna. Jújjújjúj! Oké, nem vagyok itt, nem vagyok itt, nem vagyok itt. Az Isten faszát ezekbe a marketekbe esküszöm. Ezer év mire odaérünk. És még előre dolni se lehet, hogy gyorsabban megyek, mert az nem működik akkor, hogyha van utas. Legalább már csak egy csillagunk van, az jó. Ez már talán el is fog múlni. Vagy lehet, hogy a marker az, ami elmulasztja. Ezek erősítést hoztak. Hogy az Isten faszát. Szállj fel, szállj fel! Bazzeg! A kurva elő, szállj fel, szállj fel, szállj fel, szállj fel, szállj fel. Vagy nem is kell nekem, lehet, nem is kell mindig. Ujj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 
remélem. Azt tudjuk. De... kurva Isten faszát!
Hát ez egy hulladék. Hát ez nem csinálom meg újra, ez mekkora egy fos. A kurva életben, hát mindjárt beírom, hogy... Vagy jól megcsinálom, úgyhogy... Ah, ezek mi? Még egyszer megpróbálom kód nélkül, aztán nem megy, akkor... Itten... Fejek fognak hullani. Ah, ez akmizás nagyba... Fog menni. És ugye kibaszott checkpointokon át kell menni. Fú, és a robogóval a leglassabb kibaszott járművel. Nem lehetne szállni, mi? Várj, le lehet szállni! Jaj, de jó! Hála az égnek! Sőt, ő se kell nekem! Nagyszerű! Akkor fogom és... Na, így már is jobb lesz. Ahó, ez így sokkal jobb lesz, remélhetőleg. Bár egy autó lehet, hogy jobb lenne, de mindegy. Bár nem megy át rajta. Várj, akkor... Jó, mindegy, akkor melyik egy autóval, azt tényleg fel. Csak valami járművel menjek, az a lényeg. Ez jó lesz. Na, ő meg lehet, hogy azzal az autóval fog menni? Vagy nem? Őt marad? Na, fel nem marad. Hát, ha nem hal meg, akkor nekem ez így jó. Így már egyszerűbb lesz egy fokkal. Meg gyorsabb. Hogy a kurva életbe. Nem! A faszba! Ne borulj már! A kurva! Tűnj már az útból! Bassza meg! Ez nem lesz így jó. Ez az autó elég ramaty állapotban van. Na már 15 perc... Oh, bassza meg, már 15 perc a szarik flex. Ajj, meg... Kurva életben. Jó, mindig motort amúgy sem akarok szerintem. Hát jobb így. A küldetésbe. Akkor egy hulladék. Lehet, hogy... Ó, bassza meg, váltanom kellene egy másik autóra, az a ZR, az jó lenne. Hát elkötöm. Várjál, most eltűnt? Hova tűnt? Ahogy... Ah, ez jó lesz. Állj! Fogadjunk, hogy... Na, ó, várjál, ez megállt, jó. Ez jó lesz. Tökéletes. Csak szétlövik közben. Na, igyekez már. Csába. Minden jó az. Gyorsabb.
Ezek erősítést hoztak. Mindjárt ott vagyunk, majd be a sikátorba. Milyen sikátorba? Hogyha nem 5 másodpercenként lennének a checkpointok, még már egyszerűbb is lenne, de... Itt van ez a faszi, akivel beszéltünk. Ezt nektek köcsögök! Mert, ja... Tök egyedül. Nice. Köszönjük, kiúsztál minket a szarból. Ugyanez semmiség. Na, tűnjünk innen. Ez nekem egyedül is sikerült volna. Édes faszom, megint kezdi, na menjünk. Ah, oké. Okay. Na, mert közben van Discord üzenetem, megnézem, biztos azt írják, hogy nem tudnak jönni. Vagy nem? Na jó, addig megállítom a felvételt, aztán nem folytatjuk szerintem. Sziasztok, na hát akkor folytathatjuk, de még előtte kipróbálok egy új terméket. Vesett nekem úgy, mert most láttam először, ez a Chio Donut. Flex már próbáltál, nem? Nem? Vagy nem próbáltad, csak láttad? Nem, nem, csak láttam. Láttam egy csomaggal, megnézem milyen. Hogyha itt van Flex, ugye megengedte nekem, hogy csinálják egy kajatesztet, ugye ez ő. Igen, ez igen, ő igen. Territóriuma. Igazából olyan szaga van, mint a... Mint simán a Chio Flipsnek, tudod milyen az. Én nem szoktam Chio hát chipset venni, nem szeretem. Nem chipset, flipset, az... Ismered? Ja, az a magyaros, nem? Aha. Ugyanolyan magyaros illata van, csak... Az az egy olyan Chio dolog, amit szoktam venni általában. A karamellet, azt nem érzem az illatán. Ez nem is rossz. Nem gondoltam, hogy működni fog, de... Nem túl édes. Igazából olyan, mint a, ugyanolyan íze van, mint a Flipsnek, csak van egy kis karamell utó íze. Nem rossz szerintem. Na, héten kipróbálom majd. Na, van akkor. Olvasod te? Ez még nagyon fontos kérdésem van. Hogyha valakivel, hogyha azt írom, hogy contact with someone else, on next week, vagy csak simán next week? Menj be a házba, hogy mit? Tehát azt írom, hogy contact with someone next week, vagy... Ja. Az jó. Jó, oké, okay, köszi. Na hát, olvasom, ha gondolom. Mindegy, most már olvasom, én csak tele volt a szem. Ja. Szerencse, hogy segítettél, egy időre meg kellene húznunk magunkat. Nálam meg leszünk egy darabig. Mondja Ramon. Ok. Szevasztok, mégis mi történt? Marco. Na. Hát ez nem lehet véletlen. Szevasz Marco, ezt a faszt lesittelték, de kiszabadítottam. Az idióta észre se vette, hogy végig nyitva volt a rács. Nevét. Értem. Gondolom, akkor most keresnek titeket a zsaruk. Ja, olyasmi. Éhes vagyok. Jó van, bazd meg, látom, érzed a helyzet súlyát. Jó van, te meleg, mindjárt rendelek pizzát. Egy óra múlva. Azt mondta, hogy meleg. Azt mondta, hogy meleg. Meleg pizza. Érted? Hello, itt a pizza. Hello, itt a pizza. Csaj. Jövök már. Jövök már. oké, okay, itt a pénz. Aprókban adja. Te most komolyan aprókban fizet 5200 forintot? Ki rendel 5200-ért pizzát? Ú, de jó csaj. Igen, sajnos csak így volt pénzem. Ohm. Ohm. Ellenállás. Amúgy Dominik vagyok. Téged hogy hívnak? Csajnak. Csaj. Pizzafutár. Csaj. Irina. Na de megyek is, szia. Most őt csajkissé kínosannak hívják. Tehát ő csajkissé kínosan. Na itt a pizza. Ott van CJ. Látod, ott volt CJ a fürdőszobában.
pizzázás közben, azt hitték nem látjuk. Dominik, hogy haladsz a videózással? Ajajajajaj. Egész jól pont. Haladok, már van 10 feliratkozó. 7 hónapja nem is rakta fel videót, te szar. Mert várom a kérdéseket, a kérdez felelek videómra. Akadtak problémás tényezők. Mégis milyen tényezők, te balfasz? Balfasz. Te balfasz. Nem tudom megkrekkelni a bendikemet. Jaj. Ekkora balaszt. Balaszt. Balas. Amúgy megismertem egy jó csajt. Nagyon kedves, aranyos és megértő. Gondolom ez a pizzás csaj. Irina-nak hívják. Fogom fűzni. A pizzás volt az? Nem. Hú, a kis hadzog, nem is videózik már. Ja. Ezt is szóval kérdeztem. A pizzás volt. Holnap megkeresem és elmondom neki, mit érzek iránta. Most ismerte meg. Facebookon. Ja, ez ilyen jövőbeli történet. Menj fel és készülj fel a holnapi fúzásra. Fűzésre. Jaj, milyen volt az első két rész amúgy? Ja, nem nyilatkozz így. Nem is kell. Igen, én csak annyit mondanék az első két részről, hogy volt egy, azt hiszem az előző, tehát a kettedik részben minket börtönbe zártak, és onnan megszöktünk, de úgy volt, hogy az a piros ruhás tag mondta, hogy na mi van, börtönbe vagy te balfasz? És akkor kussoljál, és akkor segítek neked megszökni. Nem kell, egyedül is menni fog. És utána egy óra múlva, na mi van, még mindig nem tudtam megszökni? Nem. De végig nyitva volt egyébként a cella ajtaja. Jaj, és utána mondta, jaj. Hogy de nyitva van a cella ajtaja, te idióta. Ja, tényleg, és így megszökött. Azt nem fogod tudni felszedni. Azt nem tudom felszedni. Hát akkor ez ennyi következő küldetés. Nem biztos, hogy ezt kell csinálni, lehet, hogy valami mást. Szerintem, de ezt fel kell készülni. Felkészülünk én a holnapra. Akarom mondani a fűzésre. 5. epizód. Annyira szeretném, hogyha Discordra bajnál ezt a pattogást egyébként. Majd lehetnénk Skype-ra, vagy TS-re, vagy Tox-ra. Ezért akarok, hívjuk fel egymást telefonon. Tényleg. Most jön az 5. rész. Neked úgyis kell egy havonta egyszer telefonálni. Ja. Dominik fűzés közben. Rosszul ugye széken lesz meg. Nekem kellene. Ja igen, tényleg. Dominik idegesen fújtat. Dominik Lou. Az egy 75%-os billentyűzetek menő. Na mi van, ideges vagy? Elrosszul a székben. Igen, mert a csajt, akit fűzök, kiderült, hogy van pasi a 14 éves és befenyített. Hú, erre tudnék mondani egy mostani jó YouTube-os sztorit. De te retardált, most komolyan beszarsz egy 14 évestől? Hát, ha így kéri, biztosan komolyan gondolja. Mi? Nem tudom. Na, engedj csak ide! Dominik! Dani ordítva. Igen! Amúgy te hogy kerültél abba a faluba? Én már nem tudom, miről van egy szó. Ja, hát lelőtt a pizzás és kidobott ott. Mi? De most, ha ez egy értelmes gyom lenne, Dominik már rég elvérzett volna. Ó, látod, hogy áttört a negyedik falat? De ez nem az. És ezt te csak így hagyod. Nem. Na ez a beszéd. 10 perc múlva mindenki a csodakocsiba. Nekem is muszáj. Menj ki a házból. Aj, reméljük, hogy csak elég kimenni a házból, és... Aj, csáv. Bárcsak azt írta volna... Előtte vedd fel a pólót. Bárcsak azt írta volna, hogy lehet kimenni. Szerintem a kocsiba te vezetsz. Ki más? Saibe, lilla autójába. Mindenki ott van. Na Markó, ki is a haverod, aki segíthet nekünk? Hogy került két sorba?
Nagy arc, tele van fegyverekkel, amiket Chego Gamblinggel nyert. Gamblinggel. Ő Gamblinggel. Montgomery-ben lakik. Már telefonáltam, neki mehetünk. Neki mehettek. Menj Montgomery-be. Az Isten kurva faszát, az kibaszott túl messze van. Ó, de kell ki lehet szállni az autóból. És mennyivel jobb lett volna, gondolj bele, egyenesen végig menni oda. Nem hallok semmit, mert megy, zúg ez a szar. Menj Dodóval legközelebb. Az is viszonylag hangos, azt hiszem. Igen. Az összes jármű amúgy kurva hangos a szalentelben. Mármint repülő, vagy helikopter, meg ilyenek. Bele fogsz menni egy faszba. Elvesztettem az agyi kapacitásomat ezekhez. Vagy ezektől. Most nem érzem. Nem érzem jól magam. Szeretnél te játszani inkább? Akarunk mi megint olyat csinálni, ahol én játszok? Majd valamikor. Jaj. Menjetek csak, mi itt várunk. Mi itt varunk. Itt varrunk. Majd a te csatornádra megcsináljuk. Ja? Ja. Ki vagy? Neki. Erről vagy. Olyan jó lenne, hogyha Erik csinál a gyomküldetéseket. Satu Maréba játszódna mindegyik. Ah, szevasz Marko. Most enni fog majd a komment, hogy nem Satu Marének mondják. Na szóval jöttünk a fegyverekért. Na itt a választék, mindenki azt visz, amit akar. Ezek jók lesznek. Dominik, válasz magadnak. A boxert, mert az menő. Na, kossz a segítséget, majd meghalálom. Most gondolj bele. Nem, eleve nem látunk semmilyen fegyvert, nem tudom miről van szó, és a boxert választja ez a kibaszott, retardált szar. Na, ha minden megvan, irány Los Santos, mindenki hurrá! Ó, megyünk Los Santosban, mintha nem lett volna elég gyomküldetés Los Santosban. Los Santosban. Nem szeretem ezt a játékot többet. Kérjük vissza a gyomoldalt, akarunk több fogyós gyomot. Nem mentetek fel elegen a szerverre, majd most megoldjuk ebben a videóban. Ezután a videó után még több ember fog fenni, és még többen fogják akarni nagyon. Aj, bassza meg. Jött egy komment egyébként, azt nem tudom, hogy... Annyi már gyorsabban? Nem tudom, hogy elolvastad, de... Egy kommentet, azt nem olvastam el. Majd elolvasom. Így nem. Hát az... Arról tesz említést, hogy ugyebár, tehát kettő van belőle. Igen, tehát, azt láttam, amit küldtél, igen. Igen. Csak hogy tudjuk, tehát hogy tisztázzuk, hogy tényleg kettő van belőlünk, azt szerettem volna ezzel kihangsúlyozni. Tehát nem vagyunk hazárulók, hanem kettő van belőlünk. Ja. Ennyi, tehát nagyon gyanúsítgassatok még a komment szekcióban, mert kettő van belőle. Aj, de kurva messze van ez. Hogy lehet az, hogy este 9-kor is ezzel játszunk? Ez nem helyes, nem természetes. Hát na. Nincs jobb dolgunk, sajnos. Pedig lehetne. Péntek este van.
Péntek este, ha nem mehetnénk élni, szórakozni, bújizni, és ilyet mit csinálunk? Ez jobb, mint az hát élet. Nektek tartalmat, nektek csináljuk a tartalmat, csak nektek. Úgyhogy mi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon híres. És ha tetszik ez a tartalom, akkor lájkold a videót és subscribe-olj, hogy nem csak az én csatornámra, Feriére is, Edére is, Márkóéra is, sőt Flexére is, mindegyik csatornánkra subscribe-oljatok. Nagyon fontos, hogy részt vegyetek a nyereményjátékban, amiben kiosztunk nektek tapasztalatot. Mert mi mindent megteszünk, hogy értetek. Mi mindig ott vagyunk, értetek, és mi mindig. Most pedig jön a finálé, 6. rész. Hál' Isten. Ja, tényleg, jaj, csak 60, tényleg, azért csodálkoztam. Hogy, ja, hogy miért mondtad, hogy 3, de akkor ezért. Mi? Na, semmi. Hát van több is, csak ez az első epizódnak a... Ez csak 6 részes. Na, nézzük. Egy episode. Na. Ötleteket, mi legyen a terv? Menjünk be hátulról, ne legyünk feltűnőek. Lőjünk szét mindenkit. Te fogyatékos, neked csak egy boxered van. Tényleg, Homa, Doma, mi? Raktam. Nem látom az, hogy nagyon szar a minőség. Hát meg, hogy itt meg fehér az egész. Dominik, menj be, ez a te ügyed. Nem tudom, a fehér szöveg fehér alapon könnyű olvasni. Nem értem, mi a probléma vele. De most már van fegyverünk hirtelen. Most hol kéne nekem bemennem, hogy mi fesz? Dugorják fel. Szerintem menj korba. Most kiraboljátok a pizzazót? Én nem értem, hogy mi folyik itt. Az a baj, a Discord úgy lefaszta a minőséget, hogy nem... Oh. Nem láttam a szöveget. Már megint egy kis köcsög. Dominik nyomorék nyögése. Ez nem jött össze. Ah, hol vagyok? Dominikot jól szétverték. Ki kell jutnom innen. Kapd ki a csirkést. Mi az, hogy kapd ki? Lehet ez is ilyen vidék.txt gyanús, jaj. Nesze neked, boxer. Az a láncfő összes animáció. Mi szét és iktasd ki az őröket. Most hirtelen Las Venturasban vagyunk egyébként a gyárban. Én nekem... Mint hogyha lett volna itt valami küldetés már egyszer, nem? Nem tudom, de ez a Las Venturas gyár, tudod, ahol Ken Rosenberg-gel megyünk ki. Tudom, Rochelle. Rochelle, igen. Szép munka, te balfasz, most miattad kerültünk szarba. Még hogy kerültek ide egyáltalán? Én ezzel játszottam most, hogy most ezt megnéztem. Miattam! Igen, miattad, de mindegy, húzunk innen. Én nekem ez valahol megvolt. A kurva Isten, hogy ez a kibaszott pattogás már sose fog elmúlni? Bassza meg, nem igaz, én megőrülök tőle. Jó lesz ez, ugye, bőven elég arra, amit mi csinálunk, én azt mondom. Nem úgyse vesz észre senki. Most elmúlt, hogy panaszkodtam miatta. Idegesnek kell lenned, és akkor jó lesz. Akkor egy hulladék ez a szar. Lehet, hogy pont azért nem pattogott sohasem, mert a régi gyomoknál mindig idegesek voltunk. Jaj, és még mindig nem derült ki, hogy mi történt Rochelle. Itt a vége. Elkapni őket. Jaj, ne a pizzás. Nem, akkor mégse ezzel játszottam, annak más volt a vége. Az a gyárba végződött. Menj a pizzás után. A pizzásnak miért csirkés emberei vannak? Mert ez egy kollaboráció köztük. Vagy egy... nem tudom. Jaj. Kisgyerekeket akarok bullyingolni. Nem szeretem azt, amikor... Amikor ti egyre csinálnak gyomodok ezt. Amikor téged bullyingolnak inkább. Azt meg pláne nem. Aki rosszat mer rólam szólni a komment szekcióba, akkor nem lesz több videó sohasem.
Már valaki azt mondta, hogy nem mutált a hangom, úgyhogy ez... Kikérem magamnak. Azt hiszitek, győztetek? Hát nem. Vége van. Hagyd abba. Mit? Én már nem tudom, mi majd hallod. Meg későn sincs. Lőd le, aztán mehetünk is haza. Hát beszél a szokásosért. Milyen szokásosért? Hát ez a szokásos. Minden héten megtörténik. Végre napfény. Úgy érzem, ezzel a kocsival megyünk. Oh, de szép. Hajts ki és irány haza. Fel fog robbanni, mi? Jaj ne, ezzel a szarral kell, hogy haza menjünk. Remélem. Las Venturasba? Vagy hova? Na? Tudjunk, jó checkpointok vannak végig, remélem. Hát ugyanígy volt, mondom, a robogós rész is. Robogóval kellett így végigmennem. Rázd a csirkét. Akkor nem szabad kiszállni. Nincs csirkét, ó. Van egy követünk. Vagy egy pár követünk. Oh. Robogóval? Na. Micsoda izgalmak. Úgy érzem, nem értékeled eléggé ezeket a gyomküldetéseket. Nem, azért kibaszott fáradt vagyok. Nem úgy értékelném. Pedig ezeket a legjobb olyan későn játszani, amikor már mindenen röhögsz kategóriásan. Amikor már azon is röhög, hogy pattog az a kurva Discord állandó. Nem, azon mindig ideges leszel. Nézd, milyen közel vannak most hozzád. Van egy ötletem. Menj le a csatornába. Ha, jó ötlet. Nem úgy volt, hogy haza kell menni? Menjünk már haza. Nem, hallottam, vagy... Ez a pokol. Amikor haza akarsz menni, de már rájössz, hogy otthon vagy, az nem jó. Nem jó jel. Nem is robogóval vannak. Ne! A jó kurva Isten megbassza ezt a játékot, esküszöm. Nem olyan, hogy golyó állom, hogyha most felrobban. Annak nem fogok örülni. Jaj, ne. Faszát. Ki lehet szállni az autóból? XDD. Ugye nem lehet kiszállni az autóból. Szerintem ki lehet. Á, nem baj, most már ezzel kell végigmenni. Igazából mindegy, úgy sincs sehol fi autó. Ó, jól van. A szopjál, szopjál bőnyállal. És az nem is a haza még, onnan még lesz még tovább. Igen, ez csak egy checkpoint opció. A hídon, hogy aztán legyen megint még 20 másik checkpoint, ahol, ami hazavezet majd, mert nehéz lett volna úgy megoldani, hogy egy kibaszott checkpoint van és haza kell mennem és kész. De tudod, most ez most azt írta, hogy mission design már Tibó, tehát az, hogy elmész oda, és aztán vissza kell menni Los Antosba, és megint oda-vissza, mert most Tibó paródia van. Hova a faszba kell, hol van a... ez a szar? Itt van. De rossz irányba mész. Nem. Azt kerestem, ezt a kibaszott autópályát. Arra kell rámenni. Úgy örülnék, hogyha lenne egy ilyen lehetetlen gyom, valami 4 éves által, és az lenne az első feladat, hogy el kell menni az N-hez. Ne! 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 Meghalt. Jaj. Minden küldetés teljesített, úgy csinálsz nélkül. Nagy lófasz, ez nem teljesítő, kifagyott. Jó, ennyi. Jó, oké. Viszlát. Ez egészet előről az első feladattal. Viszlát. Ne, nem. Nem hagyhatjuk ennyiben, hát.